Félidőben két touchdownnal és jó extrákkal már 14-0-ra vezetett a fehérmezes egri csapat, majd a második félidő újabb két touchdown és Mézes Ádám révén sikeres extrát és egy mezőnygólt hozott a miskolciakkal és amerikai játékosokkal is megerősített hazai csapatnak. Az ellenfélnek csak egy touchdownt és extrát engedélyeztek. 37-re nyert a Heroes, pedig, ahogy az edző Szeredi László mondta, négy kezdő, köztük három szerb válogatott, még hiányzott erről a meccsről. Már a srácok is mondták, hogy ez nem volt meglepetés nekik. Eddig rálépünk a pályába, azt várták, hogy reményük van, hogy nyerünk. Most már tudták, hogy nyerni fognak, és így is játszottak. Az egrieknél pályára lépő amerikaiak komoly erősítésnek számítanak. A meccs legjobbja, MVP-je, és így az arany kalapács birtokosa Dashon Ellison lett. Ez egy igazi hajtós meccs volt, eléggé elfáradtam a végére. Remélem a későbbiekben még ennél is jobbak leszünk. Személy szerint magamtól is többet várok. Az a legfontosabb, hogy mindig egy kicsit jobban teljesítsünk, akkor remélem a döntőig meg sem állunk, ott pedig győzni fogunk, nyilatkozta az egriek egyese. Taylor Palmer több jó futással és egy touchdownnal járult hozzá a szezon első egri bajnoki győzelméhez. Szerintem az alapján, amit itt tapasztaltam, jól játszanak a magyarok. Az természetes, hogy itt nem ebben a sportban nőttek fel a játékosok, mindent az alapoktól kellett tanulniuk, hogyan álljanak fel, hogyan játszanak a védelemben, vagy éppen a támadósorban. De itt is ugyanolyan kemény és nagy darab védők között kell megtalálni az utat a pályán, szóval jó lesz, pláne ha még jobban is játszunk, mint most. A következő ellenfél a Miskolc Renegades lesz, idegenben április 26-án vasárnap.